férfi kosárlabda a FIBA Európa Kupa csoportjának utolsó mérkőzése van az egész körben együttesére. Méghozzá a csoportot már biztosan megnyerő, és ezzel tovább jutó Ászlóvel Lyon ellen. Sok szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket, Rádonyi Kristófot hallják. Egy olyan parti, ez mind a két csapat számára, amelynek nincs különösebb tétje. Olyan szempontból semmiképpen nem, hogy a továbbjutók kilétén már nem változtathat ez a mai mérkőzés. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy hazai környezetben a Körmend csapatának illendő volna legalább egy szoros mérkőzést játszani a franciákkal. Most fordulok egyik állandó szakértőnkhöz, Puskás Arthurhoz, akit köszöntök itt magam mellett, miközben kedves nézőink láthatják a körmendiek eddigi eredmény sorát a nemzetközi porondon. Szóval Arthur, véletlenül a csoport két legerősebb és egyben továbbjutó tagjával találkozik az utolsó két mérkőzésén a Körmend. Milyen reményeink lehetnek a mai meccs kapcsán? Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Digisport kedves nézőik. Úgy gondolom, hogy veszíteni valóan nincsen a vasi alakulatnak. Neki kell esni egész egyszerűen a franciáknak, mint ahogy azt tettük a belgák ellen 7 héttel ezelőtt, amit a kedves nézők is láthattak. És azt gondolom, hogy akkor benne van a pakliba a győzelme, nem szabad elfelejteni, hogy a franciák egy erőltetett menet közepén vannak, és bizony-bizony fokhíjas kerettel érkeztek. David Anderson nincsen itt, és ha minden igaz, akkor Kahud is nincsen a mai napon. Két ászról beszélgetünk, miközben a körmendi csapatot mutatják be. Mi a helyzet a körmenddel? Ide az a legutóbbi bajnoki fordulóban, ami nem most hétvégén, hanem azt megelőző hétvégén volt. Kikaptak a MAFC-tól 97-91 arányban. Gondolom azért volt némi nemű fejmosás a körmendi öltözőben egy ilyen vereség után. Hát, hogyha a körmend komolyan gondolja, hogy újra a régi fényében tündököl, akkor bármennyire is kedvelem budapestiként a MAF csapatát, azért be kell húzni a hazai pályán a műegyetemisták elleni mérkőzést. Le a kalappal, egyébként Misek Leventék előtt megérezték a vérszagot, és a körmend mire kijött volna az öltözőből, és a mezek helyett a játékosok is elkezdtek volna játszani, addigra véget ért a találkozó, óriási meglepetésről. Itt John David Jacksont látjuk egy pillanatra, ő a franciák szakmai munkájáért felel, és az Ászfel, ez nagyon rendben van. Egy vereségük van a Mons Hainau elleni utolsó elrontott negyed következtében a FIBA Európa Kupában, miközben látjuk a keretüket, és egy vereségük van a francia bajnokságban, és jelen pillanatban egy 7 meccses győzelmi szériában vannak, ha minden igaz, és éppen az Euroligában általunk többször közvetített Limos győzték le meggyőző fölénnyel a hétvégén. Így van, fantasztikus védekezést mutattak be, 60 pont alatt tartották Westermanékat, Ird és Mond 16 mezőny kosarat engedélyeztek az Euroligás csapatnak, ami egy óriási fegyvertény, viszont azt sem szabad elfelejteni, és talán ezért is maradt például Anderson otthon, az 5. helyzetet Solléval fognak játszani, úgyhogy szerintem ők megpróbálják itt az elején dülőre vinni, és hogyha a Körmend ezt hagyja, akkor szerintem ők az erősebb csapat. Íme a körmendiek kerete, nagy meglepetés nincsen. Azt hiszem, hogy ha az amerikaiak és a légiósok jól játszanak, és mellettük a magyar mag is hoz egy elfogadható teljesítményt, akkor van esélye a körmendnek a mai napon. Mi most tartunk egy rövid kis szünetet, de aztán utána jövünk vissza már magával a mérkőzéssel. Nem menjenek messzire. Az egész körben utolsó mérkőzések következik a FIBA Európa Kupa A csoportjában a francia Ászvel Lyon ellenében. Arthur, itt beszéltünk arról, hogy vannak hiányzói ennek a francia csapatnak, ettől függetlenül ez még így is egy erős keret. Ezt jól gondolom? Nagyon jól gondolom, tele vannak rutinos, sokat látott
franciákkal, illetve a külföldi játékosokkal. Nem titkolt cél volt a szezon előtt ott Tony Parkeréknél, mert ugye ő az egyik résztulajdonos itt a Dasfernél, a tesója pedig egyenesen ott ül a padon, mint másodedző. Szóval a Parker családnál biztos, hogy megfogalmazódott, hogy ebben az össze-vissza francia bajnokságban idén elhozzák az aranyat. Newbill, Gombo, Watkins, Lang és az Euroligából a Nanter csapatából ismert Trent Mitchum a kezdő csapatában John David Jacksonnak, aki mellett ott ül a kispadon íme a franciák vezetőedzője még egyszer. Szóval TJ Parker is közre működik a francia csapatnál, és akkor nálunk a kezdőben nagy meglepetés nincsen Ferenc Csabi mellett. A Perry Channels, Duinker, Dickerson 4-es. Nem dobott jól a Körmend a MAFC ellen, ami hazai pályán ritkán jellemző rájuk. Ettől ma az még bőven előfordulhat, hogy mindenbe fog menni, Teo Csizmic véletlenül gyakoroltatni szeretett volna ezt-azt a MAFC elleni meccsen. Sokat zónázott azon a mérkőzésen a Vasi klub. Meglátjuk, hogy a mai napon majd mire megyünk. És akkor szépen lassan kezdődik is a mérkőzés. A rendkedvéért fehér szerelésben látjuk az egész Körmend csapatát, feketében pedig a franciákat. Ahol első brikle lehet előnyünk, az a Dickerson Gumbo párharc, igen. Ott a fiatal csupa keze, csupa lába franciát meg lehetne dolgozni belül. Watkins, erről volt híres a Syracuse Egyetemén is. Hát ott néhány mester ilyen típusú magasakat keres. Jó védő, atletikus, kiváló dobás blokkoló. És abban a parádés 2-3 zónában föltalálja a helyét. Lángunk a triplája francia részről a kezdés a mérkőzésen. Channels, az tökéletes. Watkins. Mitchum. Ez is jó, ennyire üreseket nem szabad hagyni ennek a francia csapatnak. Nem érdemes Mitchumet tesztelgetni, említetted, hogy a Nanter csapatában ismertük meg, ott volt nagyobb szerepe, de játszott ugye egy olyan kirakat klubban is, mint a Milano. Sokszor érthetetlenül keveset egyébként, ez egy kiváló játékos Mitchum. Duinker zicsere. Watkins elcsalta most ezt a védekezést, előadott egy ilyen kamu labdaszerzési kísérletet, ez lett belőle. Gombo. Watkins nagyon jó helyen kapja meg a labdát. Uha! Hová lőtted, Watkins fiam? Pedig a játék megvolt. Perry. Ferenc. Távol volt tőle a védő. Azonnal büntet is. A Lang pedig nem segített be, egész egyszerűen nem vette komolyan Ferenc Csabát. A 8 méterről nem tudja, hogy a Vasiak fepúja bőven beemel onnan 10-ből 8-at. Faltot fújnak. Egyértelmű volt, szerintem vitte a kezet is Channels. Kellett jönnie, mert meg volt már a tempó előnye Watkinsnak. Ezt viszont nem értem, hogy miért van két dobás. Mégsem nézte a kísérletet, Watkins osztotta volna a sarokban. Pont mondani akartam volna, hogy ha tippelnem kellene az előző félharag után, hogy milyen büntetőző Watkins, akkor azt mondanám, hogy pocsék, 80%-kal büntetőzik eddig. Nagyon jó szám, nem csak egy magas embertől. A második az jól nézett ki. 8-4 körmennek. Csanász. Ahogy nézem, olyan változás feltétlenül van a körmendiek játékában, hogy nem Perinek kell meghozni a döntések javát. Duinker. Dickerson. Ki lesz a lepattanó? Ferencé. Szép meló volt. És ezt be is kell dobni. Így is van. Kornyat lett. Túl üres volt ez. Hát a függetlenül Peri ügyes volt, hogy egyből egy ilyen visszapasszal megjátszott a Ferenc Csabit. Mi
Petrícsön pedig elhagyja a labdát a betörésnél, megijedt Ferenctől. Hát azért ez érződik, bár messze menő következtetéseket itt 3 perc után talán nem kellene levonnom, de úgy vannak vele a franciák, hogy csak amennyi kell, azt hozzuk, ne sérüljünk meg. Channels, 5 másodperc még a támadó időből. Szép labda. Nem figyelt erre már Duinker. Channels pedig mondja a játékvezetőknek, hogy ez bizony falt volt. Kicsit megabolygatták, ott combbal arrébb tették Channels-t. A kinti mérkőzés az végtelenül simán alakult, 19 ponttal győzött az Asvel. New Bill. Nincsen meg kell dobnia. Sajnos ő dob is. Nagyon nehéz dobás volt. New Bill nem hozta őt könnyű helyzetben. Watkins sertepertél, tehát nem volt helye a betörés, ezért hozzávágtam Nincsen ez a labdát. Nem jött tőle zavarva. Ferencről marad a Lang. Tökéletes a dobás. Bőven van keresni melója Fepunak Langon. Én ott érzem a legnagyobb előnyt így a kezdőötösök kapcsán, nem Gombó és Bickerson összevetésében. Az meló volt New Bill-től. De ügyesen csinálta New Bill, látta a folyosót, de nem akar teljesen extra sebességgel menni, csak megárta azt, hogy jöjjön egy-két kész, hát jött nem is egy, nem is kettő. Lassító jellegű letámadás a franciáktól Eggálnál. És utána vissza egy 2-3 a zóna. Watkins szerintem imádja. Lehet, hogy ő mondta, hogy gyakoroljuk, mester. Igen, vélhetőleg ez az ő Szirakúzából hozott utóélete. Oh! Pedig ennél üresebbet nem fogunk dobni, ez a zóna olyan volt, amilyen. Első passz után nem rendeződtek sem erre a franciák. Gombó fog pozíciót, Channels pedig jól védekezik. Ebből lehet indulni azonnal, Mitchum nem ér oda. Odaér New Bill. Ez gyönyörű munka volt Channels-től. Gyűrűtől gyűrűig. A csupa keze, csupa lába, Gombó. Hát neki ez óriási lehetőség, hogy most itt egy ilyen komoly európai mérkőzésen szerezhet rutint, ha már a legnagyobb sztár otthon maradt pihengetni. Jó a büntető Channels-től. Katura váltja. Peri is magyaráz valamit a játékvezetőknek, ezt most benézte Peri. Hát ő mindig magyaráz, mondjuk ezen nem értem, hogy mit akar magyarázni. Peri is ott volt a Magyar Ország ellen, ami számomra értetetlen okokból döntetlennel zárult. Már második éve hozzák ezt a világ kamuját a fiúk. De hát egy All-Star Gála, sok minden furcsaság megtörténhet, megint a 2-3 a zóna, csak most nálunk. Jubio. Nincsen. Lépés gyanús volt, nem jó utána a flóter. Most egy jó, jó tolódás volt a mi zónánk, pofásabbnak néz ki, mint az övék. Hát azt így nem lehet. Katura faltja. Watkins nagyon nagyot hátul, és azért látszik, hogy nem elveszett, amikor a helyezkedésről van szó. Mitchum le is pacsizik vele. Őt megetette Perry, de az óriás nem mozdult. Sassang és Soké érkeznek a pályára. Soké a tripla vetője ennek az Asvelnek. Sassang pedig a kőtörője. Olyan is kell. Ajaj. 17-ből 11 a találati aránya.
18-as számú Sokénak. Akkor talán nem kell kiemelnünk a kedves nézőknek, hogy róla ne nagyon segítsen be jelen pillanatban Katura. Lang is be tudja dobni. Nagyszerűen triplázik az Asvel alapvetően. Nehéz passz kapott pedig Lang, ugyan szemből érkezett, mint a dobóedzésen, de oda Csizmaszárhoz kapta. Második nehéz triplája az Asvelnek. Kevés a mozgás a támadásaimban. Katura. Oha. Belenyúlt szerintem a védő. Lejár a támadó időnk sajnos. Katura az üreseket be tudja dobni a más meccsjának. Így jobban járt volna, hogyha lehajtott feje megindul befele. Visszalépős így padról beállva azért az meleg vitte. Pláne úgy, hogy volt még 5 másodperc a támadó időből. Arról nem beszélve, hogy egy csapat faltja van a vendégeknek. Kis túlzása, hogyha nem ész nélkül nekirongyolsz valamelyik védőnek, előbb-utóbb jönni fog a fújás. Watkins. Soké. Newbill tripla. Az is jó. Hát az nem Mons Heineau ez a ez az Asvel. Gyönyörűen járhatják a labdát, és egyre aki rádobta, az talált. Ellenük ez a fajta agresszív védekezés, amikor ennyire megszálltuk a közepét, abszolút működött, mert a belgák mindent mellé dobtak, de nem biztos, hogy a franciák ellen ez jó lesz. Duinker. És azt tudjuk, hogy inkább bátor, mint ügyes. És ott akartam mondani, hogy az se, hogyha Watkinson erőltetjük ezeket az egy-egyeket, valahogy őt ki kéne hozni a palánk környékéről. Ki fogja őt hozni majd az edzője a pályáról? Soké. Most mellé megy. Oha. Katura és Ferenc zavarták ott egymást, Newbill pedig szemfüles volt. Chassang. Na ne. A harmadik extra triplája az Asvelnek. 6 pontos vendégvezetés. Itt pedig az a fújás, amit mondtam. Ez elég nagy extra, hogyha van 4 olyan játékosod legalább, aki be tudja dobni még a nehezet is. 6-1 volt a tripla mutatója Chassangnak a mérkőzés előtt. És jön David Lighty a pályára, illetőleg érkezik 15-össel Alan Pakenten. Lighty is Euroligát megjárt régi motoros, kiváló dobó, nagyszerű védő. Pálya minden pontján föltalálja magát Lighty. Ferenc tripla, kellett ez most. Feri visszafogottabban játszik magához képest, nagyon szépen osztogat, ez egyelőre számomra kellemes meglepetés. Szerintem egy jó irányító ismér, vagy fölméri a terepet, megnézi a többieket, meg az ellenfelet, és ha nagyon kell, akkor dob pontokat. Feri egyelőre nagyon szépen találja meg, főleg Ferenc. Newbill. Chassang vissza Newbillhez, üres tripla, az is jó sajnos. De Farkas és Tóth most már nálunk a palánk alatt. Ezen szoktunk állandóan lamentálni Kristóffal, hogy jó az, hogy egy passzról jövünk. Chassang megcsinálta a dobócsát, aztán Farkas Attival elindult befelé. Na szép, most Farkas. Most az, hogy berakta volna Attin keresztül egy nehéz kettesér, oké, így lépett Ferenc Csaba, mert ezt várja az edző, és teljes művesen dobhatott Newbill 3-ért. Newbill. Sajnos megint neki most egy nagy tenger, egy űrű, és a kavicsokat kell csak dobálnia. 25-18. A másik olyan üres elzárás, amikor alapvonalról érkezik, amikor egy fölülről próbálja a védő, nem tudok rá jobb szót mondani, lecsalni ezt. Akkor sokszor üres ez sarok, és egy ennyire jó csapat el, mint a Dasvel, ez szintén öngól. Lajci, egyetes hiba. Kettőt elnéztek már eddig a játékvezetők, egyet Newbillnek, egyet pedig Meachamnek, ezt most Lightynak nem. Támadással nincs probléma, bentről kintről van gólunk, a védekezés az lemaradós. Lakosa, Tóth, ez lejön, Lakosája a lepattanó. Tóth Norbi egy picit bátrabb, akkor ez már kosár, de még így is lehet.
Az gól jó, ha bemegy. Nem megy be. Amerikai focis futójátékoshoz méltó megmozdulás volt, az Perry-től. Gondolod, hogy pengett a középsuliba? Tuti. Mindegy, csak suliba ne kelljen járni. Szerintem úgy választotta ott a sportokat. Túlzása végig támadhatja a negyedből hátralévő időt az Aswell. Három ponttal vezetnek a franciák. Kicsit korai ez az indulás most. Szép, gyönyörű labda. Fú, Newbill, de jó. Pakentennel dobatott egy duplát, és aztán Newbill szerez egy labdát. Lighty még van ideje megnézni. Hagyd már, hogy ezt ilyen korán elvállalta. 27-22 az Aswell Lyon együttesének. Szenzációsan dobtával a francia csapat, mi majd tartunk egy rövid kis szünetet, aztán jövünk vissza, remélhetőleg rosszabb francia dobó formával. Egy negyed elteltével 27-22 a találkozó állása a vendég franciáknak itt az egész körmend otthonában. 10-ből 7 triplát sűjjesztett el a vendég csapat. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy pokoli a hatékonyak, pedig mi sem dobunk rosszul. 2-ből 3 3-as, 8-ből 5 dupla, és egyelőre hibátlanok vagyunk a büntetővonalról, ez mindenféleképpen pozitívum. Jól játszunk egyébként, a védekezésbe kellene egy kicsit filozófiát váltanunk szerintem. Agresszívebben kint, nézzük meg, hogy betörése van-e a franciáknak, vagy centerjátéka. Mert azért Andersen nélkül, és itt, hogy Watkins szül, azért belül olyan óriási fenyegetés nincs a két fiataltól. Most nagyon könnyű síppal fújták Tóth Norvira ezt a falzat a sporik. Tóth Norvi jogosan mutatja, hogy ez bizony borítás volt. Michael Jordan csinált ilyeneket, hogy megfogta a labdát egy pillanatra, azért az... Pakentennek nem jár. Pakentennek nem, még csak neve sincs a mezen. Nagyon jó neve van Pakentennek egyébként. Na most a zóna működhet. Félve mondom itt 10-ből 7 tripla után. Pakenten, oha. Farkas Ati érkezett, gyönyörűen a napjakkor. Mutatja is alapon a játék, azért gyere csak ide, kolléga. Szerintem ő lesz az angol, akit oda hívott. Ez nem rögbi. Na. Nagyon szép volt ez a blokk Attilától. Ilyen török, görög és angol sípmesterek közreműködnek a mai napon. Nehogy vigyen egy célt itt lányos zavarában a bridge portárs. Tóth Pakentennel a nyakán. Lighty ezt most végigmoziszta. Ott csinálta ezt most Katura.
ez a gond Katurával, hogy jól csinálta csak. Kapunk belőle egy kosarat. Sassang. Sassang hatékonyan szállt be. Ennyit a kőtörőségéről. Hát mikor mi jut? Ilyenkor látszik, hogy egy aszfalt szintű csapatban, amelyik a francia bajnokságban vigéckedik. Ha kell, akkor a kőtörő is elő tud lépni pontszerzővé. Lakosa, az szép. Labda. Gyönyörű volt. Pakenten ott volt. Lakosával, akivel elváltotta, az nem érkezett az a mezőny, az ő sara. Soké is jó ám. Na, Soké nagyon jó. Tehát a Sokéről tudtuk, hogy jó. És oda lövi, ha akarja. A francia kosárlabda bővelkedik irányító zsenikben. Nem mondom, hogy Soké az, de azért... Aszfel szerződés. Na igen, Aszfel szerződés nem kap csak úgy. Körvendit sem. Csenász dolgozik a pénzért. 9 pontnál Wesley Csenász. Pakenten. Ruiz. Na, volt meló. Bizonyám. Már dobta ott Tóth Norbit meg Farkas, de még mindig azt mondom, hogy inkább ilyen nehéz ketteseket dobjanak, mint üres hármas. Kiartolt volt Sokétól. Tóth Norbi szeretett volna egy elzárást adni, de minden megállt volna, hogy ott volt Channels. Soké pedig ügyesen csinált, amit ilyenkor csinálnia kell egy védőnek. Ez kicsit boszkós volt. Aki azért az Aszfán, ha jól emlékszel, pöttyintett egy 25 pont? 25-öst, igen. Nosan itt van valahol a papírjaim között. Megnézem. Általános meglepetésen nyertek ott a belgák, francia-belga jó barát. 24.7 gólpassz. Lighty ott maradt Katurával. Katura hiába erős, robosztus és védő specialista. A Lighty legalább annyira kajak gyerek. Sassang szerez labdát. Megköszönhetjük neki ezt, hogy ezt elizmozta egyedül. Hát egy center ott már ne bravúroskodjon. Dicsérjük meg, eszébe jutott ez a lepörgés. Na meg Katurát, hogy nem állt meg. Elment ezért a lepattanóra, ha már ilyen csúnyán eladta. Azért, amikor Katura van, meg Ferenc Csabi, akkor nagyon Channelsre marad az, hogy valamit kreáljon. Esetleg még Dickerson jöhet szóba. Gombó mellett Dickerson kreál is. Muszáj neki ötben dolgozni, Tóth Norvinak nem az az erőssége. A Sassang erősebb is. Gombó magasabb, de azért sebezhető belül. Sassang. Kemény labda volt. Soké mellé lövi, Sassang a lepattanó. Sassang a dupla. Sassang nagyon jól játszik. És időt is kér. Okay. Teo Csizmics. Sassang elég komolyat játszik, 9 pontja van, 8 egységgel vezet az Aszfel csapata. Finally, a good defense, we have rebound. Less. Why we not aggressive? More aggressive, bonus, no bonus, for 2 minutes, 2 fouls to give. Second of all, when they put the ball inside on the young guy, first you 3-quarter front, don't let him get an easy one. Second, when he gets inside, play tough, physical, no elbow here inside because they're kicking it out. They're kicking it out here and they're killing us with a 3-point shooting. Okay. Guys inside, fight him through. Cannot post you up here from the weak side. Go over. Big guys, the same. You take care of this rebounding. Triple the same. If you try to post you up, go over. Okay, now we go with strict defense one time. No help inside. What about the foul? Big foul from the other side. Let's go. Let's go. Adam Nate. Perfect. Take care of this rebound. Hallottuk valami érdekes a tartó?
nagyobb hőfokot vár, vagy nagyobb intenzitás védekezésben Csizmic. Azt mondta, hogy azért amikor olyan fiatal belső sorra van abban, akkor igenis meg kellene dolgozni egyrészt a mezőnyöket, hogy ne passzolok ennyire könnyedén, másrészt pedig a lepattanóra érjünk oda. Ez így sokkal jobb, mert most már kapunk duplát is, triplát is, támadó lepattanó után, hiába támadunk továbbra is szerintem jól, töménytelen pontot kapunk. Katura. Tóti a támadó lepattanó. A kihartolt falt is. Addig-addig pörgött, forgatott Tóth Norvi, amíg legalább egy faltot ki nem hozott ebből, szemfüles volt. Válogatott játékosunk. Jól követte az akciót Katurát, egy kicsit elsodorták, ezért ilyen kornyat lett ez az ittszer. Tóth Norvi ügyesen olvasta, hogy hol kell lennie, két büntető jutalma. Az első a helyén. A második is. Soké, fölpillantott az órára. Ruiz, Chassan, azonnal duplázzuk, ez változtatás. Ruiz indul el befelé, megtalálja Lighty-t. Nagyon türelmes volt az Aswell. Megköszönhetjük, hogy ezt mellé dobták, és a soké a támadó lepattanó, az luxus. Igen, ez a baj, és mindig jó pozícióból jöhetnek a franciák. Lightyét nem fog indulni Ferenc Csabin. Chassannak kell dobnia, az már időn túli, akkor is, ha bemegy. Lightyé volt most, ki mutogatja folyamatosan, hogy húzzuk szét. Igen, csak érezzük, hogy most azért nincsen benne a dobók, amire elmondom, addigra ott lesz a legjobb, Newbill. Tehát nyugodtan tömörülhetünk be ott Lighty betörésére várva. Ruiz most játszott először az idei sorozatban. Dobott is egy duplát, ha már így adódott a dolog. Ez így jó lehet. Gombó faltja, teszi fel a kezét, érezte, hogy ez még mindig jobb, mint hogyha kapunk egy könnyű duplát. Jön majd Watkins. John David Jackson így is nagyon sok pluszt kapott Chassang játékától. Kiváló játszik Chassang. Nem olyan nagy baj szerintem, hogy leült. Legalábbis nekünk. Pocsék passz Channels-től. Soké. Türelmes volt Lighty. Newbill, Gombó. Pocsék passz volt Gombótól. Hát igen, ő azért nem a passzolás nagymestere. Óriási mentés volt a Sokétől. Remélem, nem kapunk belőle gólt. Nem bizony, mert Newbill ezt most elbénázza, időt is fog kérni a francia csapat. Peri megugrasztja Gombót, nincs fújás, hát, ott sincs. Ezeket nem lehet. Ott Watkins ott áll. Lighty meg lesem. Bármennyire szeretném azt mondani, hogy ez falt, Peri beleugrik Watkinsba, húzogatja a labdát, az nem falt. Talán Gombó szabálytalankodott, Watkins az már nem igen, volt falt. Az volt. Az fal. Ha megmozgatjuk Watkins, akkor mindjárt nem olyan ügyes Peri, de ha ott áll, akkor öngyilkos küldetés. Ez ilyen, ezt így kell csinálni ilyen nagy ember. És akkor most jön az időkérés vendég részről. Cserélni is vannak, Lang jön vissza a pályára, az nekünk nem olyan rossz. Lang az egyik leggyengébb láncem ennek az Aswellnek, szerint személyem szerint. Point guard. Alright. Daryl, in the middle pick and roll with Barry, okay? I don't want you here. He's gonna turn around and scream and attack you like that, okay? So
Just make sure you're at the level of the screen. Last time was good. We got a turnover, okay, because you're at the level of the screen, but that one you turned the corner, okay? Just be at the level of the screen. After that, you're good. Don't want to get drawn out or anything. Okay? That's all I want to say. DJ, you're the point. We'll see what they do defensively, but we can get back to two down and two. Two down and two. If we don't have time, okay, let's just run. We can push and pull up there and just play four down. Okay? Sassang labda szerzése, és utána az elrontott bal félhorga. Közben hallottuk, hogy azért felkészült ellenfeléből az ASFEL együttese. Névről ismeri a Körmend játékosait. Legalábbis a jobbakat biztos. Thompson mester. Hát azért az elvárható. Jackson mester, bocsánat. Az elvárható ezen a szinten, aztán meg pláne, ahol ugye egy nappal előbb ide kell érkezni. Kőkemény felkészülés megy egy-egy ilyen meccse, tehát ez nem az utcák terek bajnoksága. Büntető Peritől. Egyelőre erre nem lehet panaszunk a mai napon. Jó ez is. Nyugodj. Agresszív érkezés, ez most Peritől, meddig engedik a játékvezetők eddig. Négyszer odapiszkált, az ötödiket már nem tűrte a szigetországi sporttárs. Ott egy, ott még egy, ott még egy. Aztán ott a sokadikat már lefújták. 2-3 zóna, egyből ugye rögzített szituáció után, amikor kevesebb a támadó idő, egész pontosan 14, akkor ez egy jó fegyver lehet. Pláne így megint nagyon körülményesek a franciák. Megköszönhetjük most Gombónak is, meg Watkinsnak is. Aztán Langnak is. Ebből a fejetlen eszetlen rohanásból most jól jött ki a Körmend. 4 pontra csökken a hazaiak hátránya. Hova? Sajnos minden zónának az a nagy hátránya, hogy egyrészt a lepattanózásnál nincsen kiosztva a szerepek, másrészt a sarok az bárhogy is állt föl, akár 2-3, akár 3-2, jó passzoló ellenfelek ellen mindig üres marad. Márpedig ez az ASFEL elég jó passzoló csapat. A nehezet bedobta Ferenc Csabi, két üreset elront, érdekes, nem ezt szoktuk meg tőle. Lajti ott hagy a Langnak. Megint egy passzról jöttünk, majd az ismétlésben kollégáim biztos megmutatják. Én nem értem, hogy miért kellett oda besegíteni, Lang pedig köszönte szépen. Nézzük csak. Ott volt Csenez, Lajti előtt. Az a időkérés. Go, go! He the three-point shooting for no reason. We gave him that. We gave him. Go back into defense, okay? Go back into guards going over, big guy, show, and the weak side bump and the sprint recover, okay? Hold your ground. I think it's the last 2 seconds, 3 seconds to go for a block shot. Ez még Watkins mellé húzott zsákolása a támadó lepattanó után, ez pedig itt Doinker lesipuskás gyűrűtépése 2 pontért. 45-35 a franciáknak. Az igen, meló volt. Csenesz jól játszik, panaszunk igen, nem lett rá. Ezekből a partizan akciókból van a legtöbb pontunk.
Nem a pontunkkal nagy baj. Az ugyanúgy támadó ám, bizony. Nem azon a baj, hanem valahogy súlyozni kéne. Lehet, hogy a fél időben akkor egy kicsit összeül a körmendi kupak tanácsot Encsei Tamással és Déri Csabával, és megbeszélj Csizmicsa, hogy hát nézzük meg, tudnak-e ketteseket dobni pozícióból, vagy egy-egyből. Mindenki mindenkire segít, és amikor én extra napja van az ellenfének, akkor azért nem biztos, hogy kellene. Jól csinálta ezt Csenász. Mitchell mondta Watkinsnak, hogy bocsánat, ez az enyém volt. Így van, ez mindig az irányítója. Egész egyszerűen meg kell várni a centert, hogy elfoglalja az elzáráshoz a pozícióját. Csak utána lehet kezdeményezni az akciót, mert onnantól ki van szolgáltatva nagy. Csenász. Dick Elson nagyon, nagyon hasznosan dolgozik, továbbra is tartom, mint az elején mondtam, hogy ő neki több labdát kellene adni direktbe. Itt most azt használta ki, hogy Mitchell-mel váltott gombó, és ugye lepattanónál Dick Elson előnybe került. Megköszönhetik a franciák, ezt nem Watkinsnak fújták, ő is ott kapirgált. Fel. Kár ezért. Így a nagy kár, kettőt egymás után elpuskázni, az luxus, eddig jól dobtuk a büntetőket. Csinálta Perry. Ügyesen csinálta nagyon. Csaszang első hibája volt ez. Köszönjük meg a játékvezetőnek, elég komoly lépés hiba volt. Nézzön, ez egy NBA All-Star Game-es volt. Azért mondtam, hogy Csaszang ma komoly melót végezett a palánk alatt, főleg így, hogy Watkinsszal együtt van bent. Még több tere van a franciának. Csenász ott van, Sassanra el kellene indulnia. Dobunk megint két büntetőt, Mitchell második faltja. Perry ügyesen adta el ezt a kontaktust. Lang is mutatja. Ez bizony nem csak színi tanodás volt. Nem csak amerikai focira állt, hanem a színház szakkörbe is. Mondom, csak nekem kell iskolába járni, szerintem ez volt a fő szempont. Pontos vendégvezetés, egy visszatámadásra még bőven lesz van idő. Van még egy csapatfaltunk, egy okosat oda lehetne ütni. Chassan, Newbill. Hát jól odaütettünk. 50-41 a vendégeknek, 10 másodperc még a fél időből. Chenels. Mitchell mellett fölött, tökéletes! 50-44-es vendégvezetéssel zárul a találkozó első félidője. Vagy nyugati pisztoly párbaj, itt van még egyszer Csenász triplája. Van esélye a körmennek a győzelemre, egy picivel hatékonyabb védekezés kell ehhez. Amint kezdődik a második félidő, jövünk vissza mi is, nem menjenek sehova. Egy fél idő elteltével 50-44 arányban vezet az ASVEL együttese a Körmend otthonában. Artur, láttunk egy olyan első fél időt, ahol
71%-kal dobta totálisan üres három pontosokat az Asvel csapata. Abból fakadóan, hogy egy passzról mindig oda segítettünk, és ezt a amúgy kiválóan passzoló francia csapat meg is büntette. Meddig tartható ez szerinted? Kicsit messzebbről kezdném a történetet. Ugye a Mons Haino ellen ez a fajta taktika abszolút bejött. Egész pályán üztük, hajtottuk őket, a védekezésnél megszálltuk ott a belső területeket, és egész egyszerűen az indisponált és kicsit nagyképű belgák mindent mellé dobtak. Megzavarodtak, nyertünk. Azért itt a mai napon látszik, hogy bár nem hozta el a két legnagyobb sztárját, Kahudit és Andersent az Asvel, ettől függetlenül egyrészt kielemezték a mérkőzéseinket, felkészültek erre a harcmodorra és védekezésbeli stratégiára. A másik fele az, hogy ennyire könnyűeket nem adhatunk nekik, és mi vagy meglett a ritmus, ráéreztek erre a fajta támadásra, ezért nyilvánvaló, hogy bedobják, tehát amikor ilyen üreseket dobhatnak, ennyire jó játékosok, akkor azok be fognak esni. Nagyon nagy kérdés, hogy Csizmis mester tud-e ezen változtatni, vagy pedig ragaszkodik ahhoz, amit nap mint nap gyakorolnak. Hát illetve a tud az egy dolog, akar-e? Ez a fontosabb szerintem. Ha persze, hát ha nem akar, akkor ez a meccs szerintem nem lesz meg. Tegyük hozzá gyorsan, a Mavceren is valami hasonló taktikával készült a körben, annak nem lett jó vége. És azért a Mavcnál jobb csapat az Asvel. Igen, jobb. Köszönjük. Vagy ilyen szükszavú szakértő szeretében. Ez mennyire szeretett volna, hogy tovább fejtegessem, hogy a francia lista vezető jobb-e, mint a Mavc. Itt még egy picit magyaráz Jackson mester. Két legnagyobb sztár ide vagy oda. Ezt a keretet elfogadná szerintem bármilyen edző. Így átvenni őket a Honvédra. Ja, mindig a Honvéd össze. Persze, hogy átvenni őket a Honvédra. Hát a Honvédnál vagy edző. Hát de jó, mert nem tudom, minden edző átvenni, mindig nekem adom. Valószínűleg Fofó is átvenné, igen. Igen. Még úgy is, hogy most a groningeni Gerrit Sherman, minthogyha... Bizony, Serminátorral erősödött a Jász főváros. Most rájuk fér 1-8-as mutatóval, most két nagyon fontos meccsük jön. Oda vissza ide ez a mérkőzéshez. A Körment kezd támadással itt a második fél időben. Katura. Az igen. Ezt most Newbill csalta el, úgy volt, hogy fölvette a labdát itt az emberem, akkor onnantól számomra megszűnt a védekezés. Dickerson volt, nagyon szemfüles. Mitchum. Jó védekezés volt a Sperry-től. Az pedig egy szép labda lakosához, megint Dickerson. Megint Dickerson bizonyán kiválóan osztogat, ezt már láthattuk a belgák ellen. Kicsit úgy vannak fel a játékvezetők is, hogy pörög fel a körmend, érzik, hogy harapunk a védekezésbe. Szerintem az elejét akarják menni ezeknek a kézi munkázásoknak. Az előző akcióban legalább volt három ennél keményebb párharc, mint most lakossáé. Ezek a piszkálósokat nem szereti az angol játékvezető. Arrafelé ez nem így működik. Mitchum. Watkins. Fizikálisan nem ellenfélnek itt Tóth, túl látványos volt, ahogy itt testtel dolgozott. Hát Tóth Nóri még elsőre úgy volt vele, hogy akkor ezt túlélem lábon, de még egyszer meccsen, akkor csak összerogyok. Jól csinálta Tóth. Nem, igazából nem akart ezt nagyon színezni Watkins, úgy volt vele, hogy igazságos izom Tibor átmegy a falon. Tarzan fúr másikat. Fúr másikat, bizony. Watkins fúrós gyerek. Nem az eszért szerette Béhájm, az biztos. Valószínűleg ő tényleg a barkát szakkörben tündökölt. Stabil kezdő volt két éven keresztül. Utolsó évben van, hogy 3,5-ös blokkátlaga volt, az nem vicc. Átveti a vezetést a körben egy triplával, eladott labdával nem. Mitchum mehet. Peri harmadik? Igen, harmadik de ezt oda kellett ütnie Perinek.
Igen, ott nem nagyon lehetett mérlegelni. Nagy ilyen Csanász. Hacsizmic mester is úgy akarja. Úgy van vele, hogy bízik első számú iránytőben lehozza ezt a pár percet, amíg egyébként is jönne a rotáció falt nélkül. Kockázatos. Mitchem helyében most erőltetném ott a 2-2-2-t Perin. Gombó. Patura biztos, ami tuti alapon úgy volt vele, hogy nem nézem meg, hogy ez a fiatal center tanult Andersentől, gyorsan lefaltalom, jöjjenek oldalról. Még szépen jött Tóth Norbi. Gombó eddig nem bizonyította azt, hogy a passzai miatt szereti őt Jackson mester. Lehet, hogy az a cél, és azt mondta Csizmis mester, hogy tördeljük a játékukat, ne engedjünk nekik dobást, ha falt, akkor falt, de ne lendüljenek játékba. A nagy labda volt Watkinstól. Gombó. Visszafújták az előzőt. Lakósát kipécéztek a játékvezetők, közben Szendrei József, a két bal oldalán kiváló kapus. Újpest egykori hálóőre, akinek a fia játszott Magyarországon is, miután az Oklahoma Egyetemet elvégezte, most az oklahomai amerikai foci csapat erőléti edző. És kosárcsapatnál is, kosárcsapatnál is ott van. Mindenhol, aki ott sportol, az mind Jóskával találkozik. Igen. Jó labda Gombótól, nem jó a dobás Mitchem előadásában. Tóth, ő be tudja dobni. Le is dobja. Watkins volt komótos, mire megtalálta Tóthot ezután a 2-2 után, de Peri kiválóan adta a zsugát. Ez jó húzás, hogy a mozgékonyabb Tóttal együtt van bent a pályán Watkins. Nagyon szépen bontotta a 2-2 között. Beütötte a labdát ott Newbill, mondom, hogy gyakorlatilag ember hátrányban voltunk védekezésileg, már csak egy jó megoldás kellett, Newbill pedig elég jókat választ a mai napon. Ott van a Dickerson Gombóval. Pocsék passz. Körülményes volt egy picikét láng. Newbill vállalja a triplát, és be is dobja. Newbill ma tanár. Newbill nézte, hogy akkor lehet triplát dobni, nem jön védő, hát akkor dobunk triplát gyorsanyításból. Hármas volt. 6 pontos vendégelőny megint. Hipátlan a mezőnyből. 5-ből 5 tripla, 2-ből 2 dupla ez eddig. A vendégek 3-asának a mérlege, 2-esének a mérlege, és most egy labdaszerzés. A következő nélnek technikai. Katura ellen. Keményített a védekezésen a francia csapat is. Mit mondasz? Szerintem ez a milyen kód? Én is úgy érzem, hogy Mitchem ért hozzá utoljára. Jön Perrier Channels. Itt van Tony Parker testvére. A játékvezetők egy picit elvesztették a fonalat össze-vissza fügyerésznek. Újnak minden ide-oda. Azért, mert nem lehet játékvezetőt megfogni, úgyhogy a Newbill a technikai bizonyám, nem érjünk hozzá sporihoz. A harmadik faltja így Newbillnek, az nem rossz nekünk. Feleslegesen húzta föl magát ezen szerintem, mennyit nem ért az egész. De mi köszönjük szépen. Gombó nyugtatgatja a többieket. Watkins néz ábrándos tekintette. Watkins olyan nyugodt, amennyire csak lehet. A technikait miért Katura dobtad? Nem akartam ezt felhozni, de valószínűleg nem azért teszik oda Katurát, mert te vagy a legügyetlenebb fiam, dobjad. Nem járt ez nekünk. Gondolom, egyszerűen dobja a büntetőket edzésen, és ezért ő dobhatja. Ott
abszolút alacsony szerkezettel játszunk. Tóth, aki négyes, ő van benne a darálóban Watkinszal, és Ferenc próbál egy kicsit széthúzni, mint négyes ott a benti területet. Jó érkezés, Milchentől, ez Csenászről megy ki. Azt látni kell, hogy azért felszívta magát a körmend itt a második fél idő elején, de ezt megtette az Asvel is. Na, bizonyán. Presztízsre veszi a francia csapat. Persze, hát ők ugyanakkor, ha már el kellett ide utazni, akkor több legyen ez, mint egy edzőmeccse, csak nem kapunk ki. Lakos a faltja. Tóth Norbi mondja Lakosának, hogy csönd legyen, mert ott is kiosztottak egy technikai. Így van, hiszti nem lehet Lakosától. Hát ezt meg kell szoknia, hogy őt még annyira sem ismerik a játékvezetők, mint a többi körmendi legényt. Látják, hogy ő még ilyen tejfeles szájú. Itt egy lightival megadják ezeket a félkamukat. Két büntető jár már érte. Két mester munka közben. Most két jó büntető David Lighty-tól. 8 pontos vendégvezetés megint. Szépen eldobják a terheket a vendégek. Nyubila az egyetlen, aki kiugróan teljesít a mai napon. Most újra normális, megszokott szerkezetben, Duinker az ötös, Tóth a négyes és Áron mezőnyel vagyunk. Kérdés, ki fog segíteni Channelsnek a labdapumpálásban. Oda nem lehet. Focsér passz volt, Tóth, erre támadó időn. Megköszönhetjük ezt, hogy nem faltot fújtak Tóthra, még akkor is, hogyha a harmadik lett volna ez Tóth Norbinak. Jó ez így nekünk, hogy lejárt a támadó idő. Igen, és időkérést a Csizmicstől. Mondani való éppenséggel akadhat bőven. Defensively, okay, it's on the screen. They didn't hurt us, okay? Doing it, same doing. You need sub, you ask for sub. We sub constantly, okay? But I want to aggress, not from the strong side to go on the help. When we show on the screen, we show you on the side, denying the pass on the strong side. I'm talking about first pass. Okay, me guys, good job on the show. Excellent, excellent. Recover, bomb, spring back. Okay, if you need a sub, let me know. Problems in defense, call the switch and we switch it, okay? But then you need to front inside, not nothing else. Okay, grab a rebound, push the ball. Play offense, play free. Don't worry about the offense. Fast break, spin on the ball, quick, penetration, pass and play. I don't need nothing extra than we do in usual. Arthur? Megdicsérte a tényleg főjavuló védekezés Csizmics mester, sokkal agresszívebb vagyunk a labdán, illetve nem segítünk a 2-2-nél erős oldalról, és azért nem maradunk le Zsebel Ferenc közben, bőszer rágózva. Támadásról pedig azt mondta horvát mester, hogy nyugalom legyen, ne görcsöljünk rá, legyenek szerzett labdáink, gyorsításaink, az jönni fog, a védekezésre fókuszáljunk, illetve nagyon fontos volt az a mondat szerintem, hogy szóljon, aki elfáradt, ne legyen azt, hogy csalunk a pályán. Lajci. Megtalálják Langot. Nem jó a hármas. Duinkeré a falt. Ott ketten rángatták Watkinst. Nem szabad reklamálni a Duinkernek. Tudom, hogy fájó ez a fújás. De azt hiszem mindannyiunknak, akik a körmendért szorítunk. Szerintem nem Duinker volt egyébként. Szerintem Csenász volt. Igen. Szerintem is. Jobb ez így nekünk, jobb. Hogy Duinker. Bizony jobb. Nem Csenász harmadikja. Szociális kis büntető volt. Görmen egy gyűrű segítje, nem túl ügyes kosár labdázott. Katura. Az igen. Ezeket mondta Arthur, hogy be tudja dobálni, ha olyan napja van.
ugyanolyan hiba volt ez most. Lightning-tól, mint amilyen volt a Körmend első fél idejében. Egy passzról jöttünk teljesen indokolatlanul. Lang. Ez most Meacham nagyszerű meglátása volt. És hagytuk, hogy menjen befelé. Mégis talált egy embert a másik oldalon. Ferenc volt túl lelkes. Négy perc még a harmadik negyedből. Szép játék. Türelmes volt Watkins is, meg az egész. Igen. Aszverre jellemző az, hogy türelmes. Nagyszerű volt Meacham döntéshozatal, hogy Langnak tette, Lang pedig egyből belöbbölt a Watkinsnak, látta, hogy Duinker lemaradt ott. Ember nem éri el akkor már ezeket a lőpasszokat, amiket az amerikai kap. De könyörgött ezért a faltért Sassang. Megesett rajta a szíve. Gondolod? Igen. A brit játék az ötőnek. Ügyes. Az igen. Ebben lehet fantázia most, hogy nincsen Watkins és nincsen légvédelem, meg test a falánk alatt. Erőltetik a betöréseket, és Duinkert keresni, ügyes volt Csenez. Pakenten jó ifjonchoz méltóan. Bedobta a sűrűbe. Igen. Ferenc. Jó tripla. Visszajövünk megint 6 pontra. Minusz 11-ről. Bizony, a gyorsítások működnek. Megint szép lerohanás volt. Oldalt fordítottunk belőle, extra passz, Ferenc Csabinak pedig ez új gyakorlat. Még egy extra passz, Langbe is dobja. Hihetetlen milyen jót választanak a franciák, egész egyszerűen nincsen, mert nagyon elvétve van olyan dobásuk, ami nem jól kijátszott és okos vállalás. Nyilván nem dobnak ők sem minden, szerencsére, de nagyon jókat választanak. Sassang nyomja vissza Csenázt. Ez csak védőfalt lehetett sajnos. De megint Lang, ahelyett, hogy elerőlködte volna saját maga. Belül állt a félköriben, belül is Tóth. Nyilván fél dolog is kapta el. Nem lehetett mást fújni. Akkor sem, hogyha nagyon nagyot kapott Tóth Norvi. A büntető Sassangtól. 12 pontos ezzel. Kincs és Gombó figyelik az eseményeket. Az a baj, hogy Sassangja lepattanó. Neki rongyolt Duinkernek, és aztán és szedi az újabb támadó lepattanót. Duinker most kellően pifogya volt ennél lepattanónak kétszer is. Soké. Ő nagyon jókat választ. Nagyon jó. Soké, fú. Most is nagyon kemény nyomás kapott Ferenc Csabától. Egyszer meghintáztatta a Fefu visszaét. Megint meghintáztatta, megint odaért, aztán picit arrébb rakta, visszalépett, bedobta. 2-3 zóna franciáknál. Ferenc. Beesik. Ez az ő védjeje. A sarok tripla és a befelé vezetős eldőlős. Jól játszik ma Fefu. Megy neki a dobás. Ruiz. Megint Sassang. Megúzták most a franciák. Dickerson, Ferenc. Az igen.
Ennek volt ritmusa, Katura érezte, hogy jön Pepu. Katura most jól dolgozik, Ferenccel ügyesen találja meg a csapatkapitányt. Most egy okos húzás ez a zóna, nincsen igazából olyan center, aki ott meg tudja bontani. Lajci, Ruiz. Ez egy pocsék fújás. Ez borzasztó fújás. Az Ruizra miért kell ezt ráfújni, azt nem értem, hogy Lajci megkapja, így egymás között azt mondom, hogy a pszichéjét értem, de Ruiz. Most egy jó támadás 8 pontos hátránynál. Duinker kéne keresni. Igen. Meg is tesszük, 10 másodperc még a negyedből hátra lévő idő. Lajci mehet. Elhamarkodta ezt most a francia csapat. Így aztán van 3,6 másodpercünk. Ezzel a labdával. Dickerson jó pozícióban kapja meg Sassang mellett. De kár ezért. Ettől függetlenül 6 pont a különbség. 3/4 követően rövid kis szusszanás, és aztán jövünk vissza a záró 10 perccel. Francia vezetésről kezdődik meg a Körmend aktuális FIBA Európa Kupa mérkőzésének utolsó negyede. Láttál változást, Artur, az előző félidőhöz képest itt a második félidő kezdetén? Sokkal agresszívebben védjük a 2-2-ket, kevesebbet segítünk be erős oldalról, és ha 3-ast is kapunk, akkor azt komoly passzmunka kell, hogy megelőzze, nincs annyi triviális üres vállalása a franciának, ez mindenképp jó. Viszont ahogy említettem a kedves nézőknek, ők is presztízsre veszik, és sokkal keményebben védekeznek. Adott egy jó húzás volt, amikor alacsonyabb szerkezetre váltottunk. Megúszták most a franciák. Illetve nagyon sokat számít, hogy Ferenc Csaba továbbra is extrán dob. Soké. Soké nagyon jó játékos. Egy másodperccel a támadó idő lejárta előtt. Ez minden volt, csak könnyű, nem? Duinkert így átdobni eldőlősből. Nem adják meg a kosarat. Helyes, most érdemes keresni. Nagy rönő Duinkert ott a palánkok környékén. Addig, amíg nincsen Watkins, ezt meg is lehet tenni nagy előszeretettel.
szép. Perinek kell segítenie. Ügyes volt Peri. Tetszik ma Peri játéka. A múltkor kicsit erőködősebb volt, csak két gólpassz hozott össze. Sokkal jobban keresi társai. Soké elkapta a fonalat. Most viszont keresett az emberét, Sokét, bár kapott egy hátsó ezeres, de ennyire Flegmán azért nem foghatja a legügyesebb játékosát a franciáknak Newbun mellett. Most megint mozgó ezeres, gyanús volt. Lighty a lepattanó. Bükers szorontását követően. Szép, de nagy labda, hogy Soki. Három elég komoly kis akciót itt levezényelt az irányító. Már akkor tette a labdát, amikor még nem is volt ott. Gombó. Gombó tudja, hogy érdemes követni az öreget. Na, 27 éves Soki. Hát, az igen. A szép Peritől. Sasangia falt, neki is a harmadik. Három van neki, Newbillnek és Watkinsnak. Azt el tudja érni a körment, hogy amikor 10 pont fölé kúszik a franciák előnye, akkor rendre visszajönnek ilyen 4, 5, 6, 7 pontra. Ennél tovább nem jutunk sajnos. Peri ma abszolút letisztult irányító játékot hoz. Jó játszik Peri. Úgyhogy sokére kellene most figyelni, erről elkapta a fonalat. Newbill hidegen ezt nem dobta el, inkább megtalálja Lighty-t. Ott hagyja valahogy Gombónak a labdát Lighty. Soké. Newbill, ahol vele nyújtunk. És lejár a támadó ideje így aztán a franciáknak. Szép védekezés. Ferenc váltja Katurát. Peri pedig kajáltatja Sokét, igen. Viszont válaszban. Soké előre jó, de hátrafelé azért nem egy mítsem. Ügyeseket válasz, Peri érzi, hogy neki is legalább annyi esélye van, mint amennyire Sokénak vele szemben. Megúsztuk, Dickerson rángatta meg Sasangot. Igen, viszont a labda Sasangról ment ki, nem volt falt. Salamoni döntésnek érzem ezt most. Ezek a Salamoniak? Igen. Mikor nem jót fújsz? Hát akkor nem fújsz faltot, de a szerzett labdát sem fújod meg. Perival lesem. Jön egy zsákolás. 4 pontra olvasztja hátrányát az egész körben együttese. 7 perc van még hátra a mérkőzésből. Most picit beakadt a gépezet francia részről. Jó halászunk, és Peri kiváló döntéseket hoz. Időt is kér. Jackson vezetőedző. On one of those situations, switch back, okay, on the blue. Veer back, call the switch with Ed or with DJ. DJ's gonna take Peri, but the same thing. No. Get over, okay? If it's high, you can get it. If it's a high screen, you can get under. They're just gonna reset anyway. You have to turn the corner. So you get there. You need a stun. If you turn the corner, we switch it there. Let's go. 1, 2, 3.
No akkor folytassuk a mérkőzést. 4 pontos vendégvezetés. Soké. Az nem baj, hogyha ilyeneket vállalnak a franciák, ez nem jellemezte őket. Nem is érti, Jackson mester is mutatja a padnak, hogy ezért kértem időt, hogy túlpörögjünk. De kár. Meg kell állítani őket, ne kapjunk könnyű kosarat, inkább legyen falt. De úgy tűnik, és még csapat faltunk. Pláne. Sportszerűt lehívát fújnak. Két kézzel ment, és az nem nézett ki jólna. És meg is tudta fogni Watkins kezét. Igen, még igen. Egyszer. Egy kézzel oda csap, akkor mehet tovább, egy kettővel rányul. Nem az alapvonali játékvezető fújta, de ezt mutatja az ítéletet hozó sporttárs. Kár ezért. Most viszont Perryt el kell dugnunk védekezésben. Csak kin. Ha Lighty-ra megy, akkor Lighty megy pozíciózni. És akár Newbilt, akár Sokét fogja, biztos, hogy a kettő-kettő főszereplő a védekező oldalon Perry lesz. Perrynek most úgy kell higgadtnak maradni, hogy nem követett el csacskaságot, mert ha ő kiszáll, akkor nagyon kevés szansunk marad. A Chenelsé volt. Ilyen triplát kapni. Megint 9 pont a különbség. 4 helyett. 23 egységnél. Chenelsé tűnt el nagyon. Na. Meghajáltott a Sokét. Kíváncsiak, hogy Mitchell mikor jön vissza. Teo Csizmic kér időt. Newbill egyértelműen a mezőny legjobbja. Szerintem nem volt rossz döntése a mai napon. Show. Okay. Spring back, weak side corner, come out. Both number 9 is in there. We can have more, right? The foreman, we can have more. If he's here on the weak side or he's on the top, we can have more on the controller row to close the penetrations and to close the bump. But go hard bump, or you need to see to go double. We let him break out, I'll shoot the ball if he's in there. Okay. Hard show, attack the ball. And you two, or if you need to switch the last 5 seconds, double switch, Luca, aggressive on the strong side. Listen, hey, aggressive on the strong side. 2 fouls to give. Erős oldalon kell agresszívnak lennünk. Kosarak javát nem onnan kapjuk. Thank you.
mostanra abszolút lebutítottuk a támadó játékunkat. Perry hozza, pumpál, széthúzzuk a magas 2-2, vagy egy vissza 2-2, és abból Perry hoz egy döntést. Ennyi, amit most kitaláltunk. Perrynek most Brabulker félpályáról. Jól csinálta ezt most Ferenc. Talán az első jó reakciónk volt ilyen szituációban. Sasang azért az evezőket tette-vette. Majdnem nyakom csapta Dickersont. Akinél továbbra egy nagyon kevés labda van. Dickerson teljesen kihagyjuk a szaknév sorból. Most értem, hogy miért nem keressük őt. Ilyen lecsorgók jutnak neki. Még lepattanozásban, gólpasszokban megint ott van. Legjobbak között, tehát egész egyszerűen nem tud pontban hozzászólni, mert kevés nála labda. Dobnia kell Sasannak. Ferenc roboghat. Lakosa. Kint állt Pót Norbi. Pont nem láttam az előttem lévő kameraállványtól, de mit lett el Artur? Én is azt láttam, hogy kilépett klasszikusan ez a hátra tette a lábát, mert már betörést nézte Pót Norbi. Bátrabban kellett volna ezt a visszarendeződő védelem ellen megoldani. Pláne, hogy Watkins elő maradt. Jubio. Oh. Itt az első az falt volt. Igen, utána már nem. Amit fújtak, az nem. Hát az a visszajátszás. Lang mutatja Newbillnek, hogy az nem az NCAA. Ferenc Csabi jön most elzárást adni, hát egy kifelé lépésből tud triplát dobni. Perry. Kót ott találja meg a sarokban Watkins fölött. Tökéletes! Perry megint legjobbat húzta a legjobbkor. 6 pontos vendégvezetés. Perrynek nem szabad faltolni. Szép Lakosa! Tóth Norbit figyelmezteti a görög játékvezető, nem utassa ilyen látványosan a sportszerűtlen hibát, hogy hergeli bele a jó népet. Fepu az elzáró szerepében, aztán kilép. Ez most nem jó sajnos. A játék pedig megvolt, amiért ezt kitaláltuk. 3 perc van még hátra. Lighty dobhat 2-t. Birkozott Katurával. Lelkük rajta a sportársaknak. Az az angol játékvezetőnek nem ez a szintje, úgy gondolom. Abszolút nem. Ő neki 5 fújásából 2 véleményes.
12-ből viszont csak egy büntető jó. Gombóék bágyat tekintettel figyelik az eseményeket. Lehet, a negyedik francia játékos kétszemnyi ponttermésre. 10-nél tart. Falt. Ez nekünk így a legjobb. Köszönjük szépen a Sporiknak, hogy ezt most itt hagyták végig menni. Komolyan megkajálta Watkins ezt a keresztátütést, itt felfutó, bum, falt. Ott a lökés. Csepu, a kilépő négyesek mint a példánya. Majd 10 év múlva, amikor megöregszik, akkor fogja ezt játszani. Na, de kár a büntetőért. Jubiláns rossz döntése. Aztán utána labdát szereznek a franciák. Mitchum, Jubil. Ez most azért Perrier volt. Tehát azt éreznie kellett, hogy ott két ember mögötte van. Peri kiszáll. Nem bírt a fejje végig. Azt beszéltük már vele kapcsolatban, hogy neki a feje a leggyengébb játékeleme. Eladta ezt a támadófajtot Mitchum természetesen. Tudta, hogy benne lesz Perryben ez a fajta frusztráció, amit az eladott labda okozott itt. És Mitchum nem ma kezdte ezt. Hét pontos vendégvezetés, Perry kipontozódik, és a franciáknál a labda. Rudi is figyeli az eseményeket, Német Isti is ott ül előtte. Szerintem mindketten MTMS-be bújnának most is. Két gyilkos hármassal visszahoznák a reményeket. Ez a védekezés nagyon kell még. Nem úszott el a meccs. Csak most nehezebb a dolgunk. Mindent váltunk védekezésbe, illetve a 2-2-nél csapdát vezényelte Csizmics. Egyre nagyon jól ott állunk. Eldönti a mérkőzést. Newbill eszetlen. Ugye Newbill. Egyet dobott mellé, azt hiszem? Igen. Meg egy eladott labda volt, és pöttyintett egy 30-ast. Az lejön, Watkins-i a lepattanó. Newbill. Azt is bedobja. Atyavilág. 95-82 a franciáknak. De nem rontott hármast. De gyorsan megnézem. Kérdik de egyet, tóktól. A triplája szerintem ad marad ki, nem? De nem tudom, teljesen mindegy, egészen elképesztő játszott Newbill. Forduló MVP címére is kandidál, úgyhogy azért 14 csoport van, de nem biztos, hogy sok jobb egyéni teljesítmény lesz. 9-8 valóban. Tóth ötödik faltja jár neki a vastaps. Jól játszott Tóth, kemény volt, mint mindig, harcos, csupa szívjáték betalált kintről.
ugyanez igaz volt Ferencre is, ha már a magyarokat elemezgetjük itt első körön. Egész egyszerűen rengeteg fegyvere volt ma a Newville vezette Haswellnek. Volt egy megörülés a Sokkénak, azzal a két középtávoli tempóval, meg a triplával, ami kellett. Newville-hez mindig lehetett nyúlni, Light is összepötyögtette a maga pontjait, az igaz Sassangra is. Watkins stabil volt hátul. Lang is azért bedobott. Három triplát szerintem legalább. Négyet. Katura. Lakosa lepattanolja. A Newville mellett. 97-86. Végig támadhatja a mérkőzésből hátralévő időt az Adecco Haswell Lyon együttese. Első hazai mérkőzését bukja el a Körment itt a FIBA Európa Kupa 2015-16-os szezonjában, és ezzel búcsúzik is a sorozattól. Két győzelme és négy veresége van. Mi történt? Lefújja a játékvezető idő előtt, szóval két győzelme és négy veresége van a Körmentnek ebben a szezonban. Így ér véget a találkozó 11 pontos vendég győzelemmel. Harcolt a Körment, de egész egyszerűen túl jó az Haswell csapata. Én a végeredmény is megjelenítve. Artur, azt hiszem, hogy ezen sok mindent nincs elemezni. Jobb volt ma a francia gárda. Egész egyszerűen több lábon álltak, nagyon stabil volt hátul a védekezésük, amikor nagyon kellett, és hát egészen extra napot fogott ki Newbill, és a többiek sem tréfáltak a mai napon. Nálunk még azért lesz kosárlabda bőséggel ezen a héten, hiszen utazunk majd Sopronba. A Sopron utolsó hazai mérkőzésére, a Cibona Zágráb ellen, aztán a női Európa Kupából megmutatjuk csütörtökön a PHCP és Nimburg elleni, pénteken pedig a Diósgyőr Brno elleni összecsapását is, és természetesen a férfi kosárlabda Euroliga mérkőzései is majd képernyőnkre kerül. Négy mérkőzésre jövünk csütörtökön, illetőleg pénteken 2-2-es leosztásban. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem önöknek egész tábunk nevében megtisztelő figyelmüket, tartson, hanem legközelebb is, addig is a viszontlátásra, viszonthallásra.